Ez a legelső alkalom, amikor itt vagy a Dunamenti tavaszon? Nem, már voltunk itt többször is. Hányadik alkalmad ez pontosan? Hát, háromszor azt hiszem voltunk itt. Milyen előadást fogtok mellőadni? Most a Toldi című elbeszélő költeményt átírt verzióját. Hányan szerepeltek benne? 80. Mennyire volt egyszerű együtt dolgozni a rendezővel? Hát, jó vele együtt dolgozni, mert meg tudja magyarázni, hogy mit kell csinálni. Jó volt. Hogy érzed magad, amikor a színpadon szerepelsz? Mennyire nehéz a színpadon szerepelni? Hát előadásokon én leszoktam venni a szemüvegemet, és akkor nem látom a közönséget, szóval sokkal egyszerűbb, mint hogyha látnám őket. Milyen műsorral készültetek a mai Dunamenti tavaszra? Nos, a Toli című elbeszélő költeménnyel, amit kicsit átdolgoztunk, és szerintem nagyon jó lesz. Mennyi időbe telt összeállítani ezt a darabot? Hát januárban elkezdtük a felkészülést, és amúgy elég hamar sikerült összeállítani ezt az egész darabot, szóval remélem, hogy sikert fog aratni. Hányan szerepeltek benne? 80 szereplünk benne. Milyen érzés a színpadon előadni? Nos, már az, hogy sokatszorra adunk elő darabokat, már szerintem nem annyira nyomasztó, mint mondjuk, ha először adnék elő. Tehát már teljesen tudok azonosulni a színpaddal, tehát már nem annyira rettegek, mint mondjuk régebben. Említetted, hogy retteg szól, akkor van lámpaláz is az előadások közben? Persze, ez természetes. Szerintem ez természetes dolog, hogy van lámpaláz, és igen. Mik a reményeid a versenyt illetően? Hát azt, hogy szerintem, hogy mindenki jól fog beállni és tudja a szövegét, és szerintem hát meg fogjuk tudni csinálni. Bízok mindenkiben.